Szevasztok, srácok! Csá! Csács szím, nyomjuk is. Bírót kell játszani. Meg kell mondani, hogy ki a bűnös, ki a rossz fiú, ki a jó fiú. El kell ítélni embereket. Borzasztó gyilkosságokat fogunk valószínűleg látni. Ja, your name! Fox... Lai. Ez így legyen. Untorítóan néz ki. Your honor, az hogy is kéne mondani azt a legkirályabban amúgy, meg hogy így a legtöbb értelme legyen ennek a kifejezésnek? Hanem ez a... Nem is őfes. Talán nem jut eszembe egyszerűen a szó. Na mindegy, tudjátok, tehát amikor így megszólítják a bírót, hogy kedves bíró úr, mindegy. Értetek. Minisztérium, sikeres volt, bla bla bla, új pozíciont megkaptam, nagyon jó, most már csak rám vár a sor, hogy helyesen bíráljak. Evidence, ez a bizonyíték akta, itt fogom megtalálni a nyilván a bizonyítékokat, ki itt volna. Oké, itt van maga az aktája a ügynek, ez az ügyakta, a zöld, és itt fogok megtudni minden információt. Nagyon szuper. Van egy mikrofonom, amire rá kell kattintanom. Mikor tudok kérdezni, de hogy hogyan, azt nem tudom. Tudok magyarul is kérdezni? Biztos, hogy nem. Van egy tablet, amivel meg tudom nézni a digitális bizonyítékokat, olyannak, mint a kamerafelvételek, vagy a hangfelvételek, ezen Tobiban. Gyerek, azt a... Ja, oké. Lawbook. Ez igazából csak szabályok, meg ilyenek. Oké, tehát így tudjuk meg, hogy ha valakinek büntetést szabunk ki, akkor milyen büntetést fogunk kiszabni, mert ez a törvénykönyv. És amikor, hát nyilván amikor, opá, bocsánat. Amikor pedig meghoztam a döntést, mert akkor pedig az a baj, most nincs egy kalapácsom, csak így várja. Jó lesz ez. Emlékezz, hogy a döntéseidnek következménye lesz. Most itt mi ez, fenyegetés akart lenni? Ez mi? Possibility of arrest. Possibility of being assassinated. Ja, hogy engem letartóztathatnak, mert meg is ölhetnek. Hát ez tök jó napot, biztos úr, hogy tetszik lenni. Hogyan tudnak neked segíteni? Dick. Le tudom fizetni a csávót. Jó van. Hát ez nagyon komoly. Na, nézzük. Szóval, nincs bizonyíték. Nézzük a helyzetet inkább, jó van? Mi? The Banana Republic. Republikus Banán köztársaságban vagyunk. Nagyon jó, ez egy nagyon érdekes hely, színnév, de mindegy. James Aldi. Kus, jól ejtettem ki. A vádlottunk, 26 éves férfi. A új lenyomat száma a 212341. Nem tudom, hogy lesz a bármi haszna. James Aldi, akit láttak a rendőrök hajnal 2-kor. Ó, viszont 10 után kijárás tilalom van. Elfogták, és hát behozták ugyebár. Tiltakozott ugyebár a rendőrségnek, amiatt is volt ez a probléma. Oké. James Aldinak ez volt a mondása, hogy körülbelül 1.50 lehetett, és nem éreztem valami túl jó magamat. Abban a pillanatban elfelejtettem, hogy voltak ilyen szabályok, és hogy hát nem mehettem ki ugyebár az utcára. Mi ez, Covid idő alatt készült a játék? Ez egy pár hónapos játék, tudtam már. What the fuck, oké. Láttam a rendőröket, amikor éppen járőröztek, aztán pedig emlékeztem, és utána jutott eszembe, hogy nem lehet kimenni ugyebár az utcára. És majd ezután követeltem, hogy hát ne indítsanak eljárást ellenem. És akkor most mit kezdjek veled, jó ember? Nagyszerű. Miért nem engedted meg a rendőröknek, hogy megbüntessenek, haver? Értem. Mert én úgy gondoltam, hogy az a helyes döntés, hogy adnak nekem még egy esélyt, hogy elmagyarázzam a helyzetemet. Nem akartam azt, hogy ez történjen. Fogyatékos vagy? Azt mondtad, hogy nem érezted igazán jól magadat. Miért nem vittad el a mentőket? Mint ahogy mondtam, ő felsége. Én már láttam, engem is szólítsanak meg egyébként, meg a vádlottak, csak mondom. Amúgy tök vicces, mert itt pont látjátok a monitoromnak a tetejét, és olyan, mint hogy én itt tennék valami szék, vagy a szék mögött, egy ilyen asztal mögött, és most konkrétan bírót játszok, így végigérel is, nem mindegy. Szóval, ő felsége vagyok. Én nem tudom, a Your Honor, az rohadtul elfelejtettem, hogy magyarul mégis miatt a kömet jelent, szóval ő felsége leszek mától minden vádlottak. Oké? Okay. Az első dolog, ami eszembe jutott abban a pillanatban, az volt, hogy menjek, kimenjek, és sétáljak. És amikor ezt tettem, akkor hát nem jutottak eszembe a részletek. Érdekes. Ennyi? Oké. Okay. Könyv. A legális eljárási hivatal kiskönyve, azaz a törvénykönyv, ami azt jelenti, hogy
ez milyen, ez minek számít? Ez minek számít? Ez, hogy nem kilépett, amikor nem kellett volna. Narkó, nem narkózott, nem is ütött el senkit, nem cyberbullizott sem, ögezd szét. Nem hiszem, hogy az állam ellen esküdési elmélet akármi volt itten, szóval nem hiszem, hogy banán állam ellen itt bármit is csinált. 10 millió dolláros büntetés és 10 év izé. Aha. Korrupció, treason, az ugyebár, hogy összeesküvés a izé ellen, és terrorizmus. Aha. Hát ennek nem volt, nem hiszem, hogy... hogy kell visszamenni? Nem ölt meg semmit, nem lapott semmit, nem verbálisan nem mondott semmi rosszat. Instigation, az mit jelent? Incitement, ó, valakit rávett arra, hogy megölje magát, itt valakit rávett arra, hogy meggyilkoljon egy másik embert. Aiding and abetting an offender, és kisegített egy bűnözőt. Nem, itt semmit nem ír arról egyébként meg. Oké, a charges sectionben van benne az, hogy milyen következményei vannak ugye bár bizonyos büntetteknek. De most figyelj már, haver, most én mit ártott ezzel a ellenem? Tehát, hogy én ez így public prosecution offense? Oh, violation of restriction, itt van, hogy ugyebár nem tartotta be a korlátozásokat. Damage of, nem, failure to fulfill, nem, hatred, nem. Ez a köhögés a háttérben, öcsém, ez nem tudom milyen démonnak a tüdejéből szakadt ki, de nagyon durva. Szóval 6 hónap publikus, hát közmunka igazából, vagy és 1000 dollár. Real? Nem elég 6 hónap közmunka? Hon, nem már, hát ez nagyon sok. Ja, és itt van egy Judge Foxly. Nagyon tetszik a nevem, testvérem. Jó, igen, mit kell most csinálnom? Most én nekem így... Ó, letelentottam valamit. James Aldi. Bűnös. Közmunka, igen. 6 hónap közmunka. Elég, nem kell pénzbüntetés, most 6 hónap közmunka elég lesz az. Ja, hogy engem most, tehát értem, szóval bátyát közmunkára ítéltem, mert egy seggfej volt. Mi történt? Most, hogyha valakit elítélek, akkor dobókockázik egyet, ha meg akar engem ölni, vagy nem? Hát ez olyan nagyon egy kedves és fair játék, mint nem mondjuk. Gizmo a izéből. A Sally Faceből, Gizmo. Nagyon fain. Ez a fiam, ez a lányom. Gondolom az asszony. Veje. Nem? Oké. Okay. Mentális egészség. Igen. Egy forintom nincsen. Go out, menjek ki. Ezt mit tudok ki? Kaszinó? Nem tudok kaszinózni. Nincs pénzem. Még nem megyünk ilyen helyekre. Menjünk aludni. Jó éjszakát, szép álmokat. Hírek. Valamit átraktak, igen. Kriminális előzményekkel, tehát hogy olyan emberek, akit már valamilyen bár elítélt előéletű? Azt hiszem. Vagy elítélt előéletű? Hogy mondják, milyen előéletű? Büntetett előéletűek. Nagyobb büntetéseket kaphatnak most már. Hát az nem túl jó. Az nem nekem mindegy, érted, mert hogy én vagy Most nem akarok klasszist venni. De egy bűnös. Lenne. Nem. Most nem ítéljük el csak az éme fekete, érted? Vicc. Az a baj, pont nem látjátok itt a kis kalapácsomat, szóval most ezt így fentebb rakom. Jó leszek. Na, a mentális egészségem van csak itt, de az amúgy is 100%-om van, szóval nem érdekel. Vagy tudod mit, ide rakom, és akkor ide rakom, és itt kinda jó helyen van. De az a baj, sarokba kéne raknom, mert nem látjátok a... Tök mindegy szerintem. Tök mindegy. Jó van ez ott a sarokban. Nem érdekel senkit sem. Na, nézzük a problémát. Ó, narkós. Ó, na. Oké. Okay. Bazd meg, elfelejtettem, hogy mit meg kell nézni, hogy mennyi. Nem bűnös. Nem bűnös. Vicceltem, hála Istennek. Hol is itt? Ha nem tudtam volna elutasítani azt, hogy én most ne kelljen elítélnem a csávót, akkor nagyon nagy bajba lettem, csak mondom. Szóval. Tehát, hogy bro... Nál volt 5 milligram kokain, bocsánat, ez nem valami sok. Nem baj, dumáljuk vele. Nézzük meg a case file-t. Ó, igen, ő, bocsánat, elnézés. Van büntetett előéletű, nagyszerű, Brandon. Hallod, lakatos Brandon a második ügyen, beszarsz. Oké, okay. Kábítószer volt nála. Kevés kábítószer volt Excel-nél.
aztán pedig leellenőrizték a kilétét, igen, aztán pedig lemotozták. Miért volt lemotozva? Megigazoltatták ugye a csáot, és miután pedig megigazoltatták. Aha. Utána kiderült, hogy hát ez egy büntetett előítő csávó, akinél már kétszer találtak kábítószert, és emiatt motozták meg. Jó, akkor így jogos volt a eljárás. Ez jó tudni, hogy nem csak úgy random megfogták, azt így megnézték, hogy mi van itt nála, testvérem. Azért nem ez negatívum, érted? Oké. Okay. Ó, egy kábítószer dealer. Brandon. Bevallom, hogy volt nálam egy kis anyag. De csak a saját felelősségemen használom. Önmagamban, egyedül, hogy megnyugtasson. Nem okoztam volna semmi problémát senkinek. Aha. Most már nem fogom használni ezt a cuccot. Tudtok, hogy mindig ezt mondod, haver, már harmadjára kapunk el ezzel a tízét cuccal. Épp hazamentem, aztán pedig hirtelen elkapott a rendőrség, hogy leigazoltasson. Aha. Honnan szerezted? Egy ismerősön keresztül szereztem. És ez a barátod, egy közeli barátod? Nem. Egy random kocsmában találkoztunk, nem ismerem pontosan. Nem tudok róla konkrétumokat. Érdekes. Jó. Bromnál volt kábítószer, de 5 mg szerintem nem elég arra, hogy az itten dillerkedjen bármit is, szóval én nem akarom elítélni annyira, őszinte leszek. De majd mindjárt megnézzük. Kábítószer, az hol van? Smuggling and illegal organized crime, cyber traffic of narco. Carrying drugs. Public, oké, okay, aggravation sentence, 18 hónap. Oké, okay, adunk neki 12 hónapot. És egy $1000 bírságot. Én nagyon jó fej vagyok most szerintem. Most 5 mg az... Assza meg, kit érdekel, hát most érted? Na, legyen csak 12 hónap. Bűnös. 12 hónap, egy év. Mennyi? Közmunka, egy év közmunka szerintem egész korrekt. Oké? Okay. Kokain volt nála. 5 mg. Az még nem is olyan vészes. Lehet, hogy rosszabb kategóriákkal. Nem haltam meg? Hála Isten. Oké, okay, király. Fizetés mikor akarok kapni? Amúgy meg. Tehát én nem akarod így játék, barátom. Nem tudok beszélni a nővel se, nem tudok csinálni semmit se. I guess jó éjszakát, nem tudok menni pénz nélkül kaszinózni, bocsánat srácok. Tudjátok, legelső dolgom lenne. Nyilván, egyértelműen. De hát így nem lehet. Na, nézzük meg a helyzetet. What the fuck is this? Mi volt ez? Oké. Okay. Ez nem fog tetszeni. Ha olvassam el. Nincsen büntetett előélete a srácnak. Assassination. Aha, szóval valakit ki akartunk írni, haver. Oké. Okay. Az előző ezek a Freddy Coles, CEO of Glenswick. Ja, ez egy csávó. Tehát Freddy Coles-t halottan találták egy kocsinak a hátuljában. Egy rutin ellenőrzés folyamata közben. A kamerák bebizonyították utána pedig, hogy az incidens az... Mi? Where the incident took place was not working at the time of the incident. What is this? Nem működött a kamera, amikor megtörtént ez az egész? Hát ez tök jó. Biztonsági őr Jason Hemstrad, ő, aki az egyetlen dolgos munkás volt bent éppen a vállalatnál, ott volt az incidens idején, és emiatt ő volt az első számú gyanúsított. Ezért őrizetbe vették. Aha. Ezen a délutánon, a baleset délutánján 3 óra telt el, amióta elkezdtem dolgozni, vagy hát munka kezdetem után. Amikor kezdtem a rutin óránkénti vizsgálataimat, ugye bár ezt a körbe mennek, aztán meg szétnéznek, tudjátok, biztonsági őrös dolgok, akkor láttam Mr. Coles-nak a járművét, ki volt nyitva a csomagtartója. Felkeltette a figyelmet, mit nem mondjak. Amikor oda mentem, akkor megtaláltam Mr. Coles-nak a halott testét bent a csomagtartóba. De amúgy ki volt nyitva a csomagtartó, azt mondja. Az baj, nem voltak kamerák, szóval nem tudom.
ami felkeltette a figyelmet, hallotta a kapcsolatban, vagy a hullával kapcsolatban, akkor az volt, hogy volt egy piros rózsa ott rajta, aztán pedig egyből hívtam a rendőrséget. Tehát most ő hívta a rendőrséget, de most miért hívna saját meg arra a fucking rendőrséget, haver? Tehát érted? Hogy most ő lenne a bűnös, és lenne egy kis esze, akkor fogna egy prongyot, most valamit, érted? Megfogna, becsukna azt a kis izét, a mi ennek a neve. Csomagtartót, aztán pedig így, mintha nem történt volna semmi. Aztán pedig csak így mondja, hogy hát ő nem tudja, hogy mi van vele. Ha amúgy sem működnek a kamerák, you know, szóval így, na mindegy, ez kicsit furcsának találom. Ah, találtak egy kötelet, amivel megölték Freddy Kolszt, és egy rózsa. Hát én erre nem megyek semmire. Hát igen, digitális bizonyíték, semmi. Shop. Lehet vásárolgatni? Miért lehet vásárolgatni? What the fuck? E-mailek, semmi. Nekem ez nem elég bizonyíték. Ez micsoda? Ő felsége. Csomó bizonyíték találtak az anarchista támadásokról az államukban. Cryptexen keresztül küldje tovább bizonyítékot. Ez egy olyan jelszós cucc, készülék, amit meg kell oldani. És ne feledd, ha megpróbál kinyitni háromszor, mielőtt a sződen világítan az a valami, a Cryptex megsemmisíti a bizonyítékot. Ja, az a genyó volt akkor, amit a legelején ugyebár kinyitottam valahogyan. Ne kérdezzétek, hogy a francba. Oké, ez tök jó. Engem miért akarnak lecsukni, testvérem? Azt mondd már nekem. 20%-es ilyen van, arra lecsukjanak. Why the fuck? Oké. Okay. Nekem nem elég ez, nem bizonyíték. Szerinted hogy ment be a gyilkos a parkba úgy, hogy nem volt nála ID kártya, és nem vette senki se észre? Nem tudom, főnök. Nem tudom. Ó. Oh. Oké. Okay. Már használatban voltak a kapuk, amikor elkezdtem a munkámat. A CEO-val volt esetleg egy kis problémád? Freddy Kolszal. Ismerted? Ez még egy hatalmas vállalat. Ismertem, névről ismertem. 3 hónapja kezdtem. A HRS-nél volt ugyebár a felvételem, és nem volt semmi problémám. De most ez nekem nem elég. Tehát én most ez alapján semmit. Tehát ez nekem nulla. Nem büntetett elő életű a csávó. Ő hívta ki a rendőrséget. Nem hiszem, hogy most az új lenyomata, nem tudom, rajta volt-e bármi is. Nincsen semmi bizonyíték a csávóval kapcsolatban, hogy ő volt az. Tehát én nem tudom elítélni bizonyíték nélkül. Bro, menj szabadon. Én nem tudok ezzel mit kezdeni most. Menjél. Most miért rollolunk, testvérem? Ha 12-nél több, akkor fajlolok. Mit jelent az, hogy fajlolok, testvérem? És hogy lehet 2 kockának a izéje több, mint 12? Tehát, hogy így, ha? Ha? Salary. Ó, shit, kaptam fizut. 600 dolcsi, számlák 80, shopping 120. Albérlet 300 dollár. Most maradt 100 dollár. Igazából... És mi nem ettünk, ugye? Az tök jó. Hát igazából ez olyan, mint hogyha IRL lennék amúgy meg. Tehát 600 dollárból maradt 100, azt még nem ettem semmit. Na hát érted, csak a szokásos. Jó van, király. Igen, van pénzed ugyebár. Nem vetted még ki, ha folytatod nélkül, hogy kimennéd. Akkor jövő héti nem tudsz visszajönni az ATM-hez. Ó, hát akkor kivesztem. Yes, please. Köszönöm. Viszlát. Van 100 dollárunk. Na mondjad, jányom. A jányom kér 100 dollárt iskolai dolgokra. Persze. Kaszinózni akartam, de
Az iskola fontosabb. Ugye rohagy meg. Második hét. Nem tudom, miért akarnak engem lecsukni még mindig. Jó, Big Smoke, meg... Boris. Érdekes. Na mindegy. Sziasztok, fiúk. Oh, what the fuck is this? Várjál már, nekem itt valamit mókolnom kell ezzel, hogy eljussak. Ez most őszintén, mi a bánat? Haver. Ha? Ah, rájöttem. Oké. Okay. Puzzle-ezni kell, hogy semmit te izéjjel, hihetetlen. Cigi. Nyisz-nyisz. Tudjátok, az a bagóvágó. Nem tudom, nem használok ilyeneket, sosem láttam ilyet. Nem, tehát, izé, filmekben talán. De mindegy, és járműben volt. Figyelj, inkább megnézem, hogy miről szól az egész, oké? Okay? Bob Isaac, férfi, 2-1-2, oké, okay, ezt majd megnézzük. Van igen büntetett előéletű. Ó, autólopás, szuper. Hát a járműt ellopták, ameddig parkolva volt, igen. A Lemon Diaz-nak a helyén, ahol van a Lemon Diaz, azt gondolom a másik csáv, azt majd mindjárt megnézzük. Nem. Conor Green. What the fuck? Ti, mi, most ők most ketten... Na mindegy, majd mindjárt rájövök, oké? Oké. Lenyomozták az autót igazából, mindegy. Megtalálták másnap reggel a járművet, és nem találtak semmit, csak ugye ezt a bagóvágó cuccot. Viszont volt rajta új lenyomat nyilván. Oké. Okay. Mint a lecsekkoltuk, a ember, aki a járműben volt, Bob Isaac Groove. Nickname Big. A csávónak az, aki beszélve, hogy nagy. Oké, okay, nagyszerű. Egy előzőleges bandita, aki autókat lopott. Oké. Okay. Lemon Diaz, ő, akinek elloptak az autóját. Elmentünk a nyári házunkba, van pénzöcsém. Ki a falura, igen, 2 nappal később. Igen. A második napnak a végén elfelejtettem, hogy bezárjam az autómat, mert már nagyon fáradt voltam az út miatt. Valószínűleg... Így, hát emiatt lopták el az, vagy érted, emiatt tudták elötni az autót könnyen. Ő Big, ő Bob Isaac. Conor Green, de most ő Conor Green, az ki a tököm egyébként? De most hogy jön a képbe ez a faszi? A nap reggelén... Mi? The morning of the day, the car was to have been stolen long time friend of mine. Oké, szóval neki egy haverja, Conor Glenn, vagy Glenn, bocsánat, ő. Na érted ő. Felhívott és azt mondta, hogy fontos elintézi valója van. Azt kérte tőlem, hogy pakoljak el neki. Nem, fogjam a cuccát, és vigyem egy helyre. Aminek az lenne, hogy party time. Oké. Okay. Úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, ezért elsiettem Connellhez, Connellnek a házához. Connell odaadta nekem az autó kulcsokat, és egy darab papírt, mert rá volt írva a címe a helynek, ahol menni kellett. A cuccal ugye már. Bob azt mondta, hogy majd ezután elmentem az autóval, később pedig hát félrehúztak, és úgy mondták, vagy mondták nekem, hogy hát az autó lopott, amivel közlekedek. Conor Glenn was found at his home in Brownton. Igen. Később megtalálták Conort a házában, és behozta a rendőrség. Conor pedig azt mondja, hogy nem fogadom el azt, hogy így megvádolnak engem, nem tudok semmiről. Aha. Értem. Most nagyon egyszerű, kurva egyszerű dolgom van, tehát kinek az újra nyomata volt ott? 2-1-2-3-14. 2-1-2-3-14. Hát Conor, kurvára drábasztál. Mert rohadtul előtte leszel itt. Theft. Lopás. Autó. Theft. 2 év böri.
hogyha előzetes, előítéletes, életűs mindenség, mindegy, hogy a bűnöző már előzőlegesen is, akkor pedig 4. Ja, és 2000 dollár bünti. Oké, okay, hát ez Connell. Hát egy 2 év sutyi, haver. Nincsen semmi. Digit, ó, kamera felvétel, baszod, várjál már. No facial recognition. Na most nem azért, de Big, az szerintem kicsit nagyobb darab, mint ez. Tehát ez tuti Connell. Jó, hát az, Biggie az nagyobb ennél. Ez ő volt, a fehér ember. Ő. Te kell lesz nekem, Connell. Guilty. Büntetés, 2 év börtön. Legyen 2000 dollár, oké, okay, haver? Kap be. Nem szabad ám itt hazudni, rohadjál meg. Ja igen, és a másik csávót is. Te... Most remélem jól csináltam. Hát a baloldali csávó... az tiszta volt, de nem volt baj. A jobboldali csávó volt a bűnös. Most ugye jól csináltam. Remélem jól csináltam. Nem tudom. Hírek! Vészhelyzet! Úristenem! Anarchisták jönnek a helyünkre, a országunkba. Vészhelyzet! Úristenem! Jézusom! Jaj, mi lesz velünk? Igen, vészhelyzet miatt a... én, a bíró úr, most már bármilyen típusú ilyen kész, hát bármilyen típusú aktát megkap. Ügyet, igazából azt mondom, ügye, bármilyen ügyet megkaphat, mert vészhelyzet van. Értem, szóval valamit erről is te fogok most kapni, ugye, mi, what the fuck? A 7 éves Robinnak a helyzetében kedves másik Robin, nem ön az apa. Vagy mi, most mi a tökömet várnak tőlem, haver, hogy mit csinálják itt ezekkel az emberekkel, most így őszintén. A védett, az Ben Robin, a plaintiff, aki támad, az pedig Diaz Robin. Oké, okay, Diaz és Ben, te vagy Diaz, ő Ben. Oké, okay, férjes feleség vagytok, és van 2 pulyátok. Mi történik itt? Ó, nem. Mert hogy azok gondolom elváltak akkor. Igen, nemrég váltak el, szuper. És az a kérdés, hogy ki kapja a 12 éves Ezekiel Robint és a 9 éves húgát, Clara Robint. Tehát melyikőjük legyen a boss, érted? Ki legyen a gyám. Aha. Na most én nem leszek szexista, én nem adom Istent a nőnek, én meghallgatom mind a kettőt. De amúgy ez milyen bullshit már egyébként? Tehát ide van írva, hogy mivel elváltak, ezért az anya az kap egy bizonyos összegű pénzt az apától. Nem gyerektartás, ez csak így valami. Tehát csak úgy, mert elváltak, mert nem éne. Tehát ez akkora ság, öcsém. Oké, oké. Azt tudjuk észre, hogy Diaz Robin iktatta be ezt az eljárást, az anyuka. És ezik ilyen, és Clara Robint is magával akarja. Oké, okay, nagyon jó. Szóval, kölykök, elváltak a szülők? Nem azt mondom. Mi van? Jó, gigiti, értem, haver, hízik ilyen. Mindig veszekedtek, sose jöttek ki, és a testvérem nagyon kellemetlen éreztük magunkat, és alig állhattam ki, hogy mindig sír a kistesom, a húgom. Hát ez nem jó. Szóval apuval vagy anyuval akarsz együtt élni. A lényeg az, hogy nem akarom egyedül adni a kis húgomat. De számára ez a legjobb, hogy az anyánkkal élne. Ha, oké, ezt meghallgatjuk mindjárt. És te kit preferálnál? Az anyám sokkal fontosabb számomra. Miközben a apja mellett ül egyébként, meg ezt is szeretném hozzátenni, tehát nagyszerű. Szerintem az anyámmal való lét az jobb számomra. És az édesanyámnak is. Mi? Persze a
húgommal. Mi az, hogy persze a húgommal? Ja, hogy ahogy a húgával együtt akarnak az anyukhoz menni, oké. Okay. Oké, okay, most megkérdezzük ugyanezt a kis kölyöktől is. Igen, elváltak, bla bla bla. Igaz, hogy mindig harcoltak, de én szeretem mindkettőjüket. Nem tudok egyikük nélkül se élni. Ó, nagyon szomorú. Jaj, de fain gyerek. Anyádat vagy apukádat szereted jobban? Mind a kettőjüket nagyon szeretem. Sosem akartam, hogy elváljanak. Ezért érzem magam ilyen szomorúnak. Kivel élnél, hogyha választhatnál? Apával vagy anyával? Nem akarok választani. Az egyetlen kívánságom az az, hogy a testvérem ne hagyjon el engem, és hát velem legyen együtt. Még támogat engem, csak kérem, ne választhatnak el minket. Jó, akkor együtt kell őket package beadni valakinek. A csaj, az több pénzt kap, szóval én, tehát én jelenleg úgy, sorry, Ben, nem rohadék akarok, nem semmi, de jelenleg abban a mindsetben vagyok, hogy most a csaje, az úgyis kap pénzt a csávótól. Valami, nem gyerektartás, csak valami ilyen elvállási jutalék, vagy nem tudom, nem vagyok amerikai. Szóval, most csak megfogom, az, hol adom a nőnek a gyerekeket, az abból a pénzből eltartja őket, nem? Nem. Az apát szopassuk már ezzel, érted? Még valami? Digitál? Nem. Applikáció? Hülyeség? Oké. Okay. I don't fucking know. Nem akartok ti is megszólalni, srácok, egyébként? Meg, tehát most én ezt itt örülök? Most kusban ültök? Bossman? Segíts már nekem. Vagy ne? Oké, okay, mindegy. Hát ez elég bullshit, na mindegy, akkor valamit most döntsünk. Aha, na itt van. Na mi legyen? A nagy fiú az azt akarta, hogy az anyjukkal menjenek mind a ketten. A lényeg az, hogy együtt adjam őket valahova, és az anyjuk szerintem több pénzt kap most, mint a faterjuk, mert a faterjuk is ő pénzt. Szóval, sorry bro, de... Please need children orphan is due to lack of con... What the fuck? Áruházba hagyjuk a gyerekeket, van egy olyan... Oké, okay, giving custody of both children, oké, okay, mind a kettőt a anyjának adjuk, jó? Sorry, fater. De... It is what it is. Nagy számok játéka. Anyuka többet kap, mert többet keres. Ennyi. Meg együtt akarnak maradni, pulják igazából. Na, lenyomok még egyet, még egy napot, mert nagyon kepisíne már. Szóval már csak egy fér bele, mert egyszerre kell mennem. Gyorsan. Behúgyasszak. Szóval, jó napot kívánok, ez egy mafiózó. Bűnös. Nem viccelek, viccelek. Na, hát nézzem, mi a helyzet? Oké, okay, James, asszaszín, és mondom, öcsém, mafiózó, valakit meggyilkoltak. Ezen a napon, akkor reggel egy Amanda Calvai nevű, Calvia nevű nőcit láttak futni. Egy fás részen, a helyi környéken, tök mindegy hol, oké. Okay. Ott talált egy... holttestet, tő, Francis Crimsonnek a holttestét még hozzá. Kiderítették a CCTV kameránk, hogy... Mi? Hogy igen, lefették, nagyon szuper. Nem működtek a kamerák. Nagyon... Miért működnének ezek a retkes kamerák? A boncolás alatt megtudták, hogy hosszas folytogatás után halt meg. Bármilyen nyom nélkül. Oké. Okay. Nem tudom, hogy nem volt nyom, hogyha folytogattak, na mindegy. Állítólagosan. Az utolsó ember, akivel a halottat látták, az James Redlow volt, az a vádlottunk, ugyebár aki büntetett előéletű, ezt ne felejtsük el. És ez egy megbeszélésem volt a Karen és Wells-nél. Jó. Karen. Az utolsó éjszaka, James Redlow mondja, a vádlottunk, az utolsó éjszaka elhagytam a vállalkozást, együtt hagytuk el a munkáját. Elmentünk a helyi bárba, és iszogattunk, gondolom. Az ő autójával mentünk oda, oké. Okay. Körülbelül egy órát voltunk ott, aztán pedig kidobott engem otthon, jó, mégse iszogattak ezek szerint. Aztán pedig kidobott engem otthon. Nem tudom, hogy utána mit csinált, vagy hogy hova ment. Francis és én nagyon jó barátok voltunk. Ameddig a bárban ültünk, addig láttam, hogy elég kétségbe esett volt. De bármennyire is próbáltam, nem akartam mondani semmit se. Oké. Okay.
Csak azt hajtogatta, hogy valami probléma van az életével manapság. És tök mindegy, mit csinált, nem tudott megváltoztatni semmit se. Csak ennyit tudott nekem mondani. Nagyon sajnálom, hogy el kellett veszítenem egy ilyen jó barátot. Szerintem az Amanda, aki megtalálta, az azt mondta, hogy ezen a reggel, ezen a napon, csodálatos, nem, ezen a napon, mint minden, ezen a reggel, mint minden napon, mindegy, értitek. Elmentem futni, bla bla bla. Igen, amikor éppen ittam egyet, akkor láttam egy hullát a bokrok mögött. Egyből felhívtam a rendőrséget, és már csak arra emlékszem, hogy az ember, aki ott feküdt, az egy öltönyben volt, és volt nála egy vörös rózsa. Megint a vörös rózsa. A vörös rózsás gyilkos. Holy shit. What is this? Ez micsoda? Csak ez így be kell kötegetnem, vagy... Gyere, itt van? Oh, fuck me, várjál. Vissza. Nem, ez kicsit bonyolult. Ez jön a legtetejére. Az jön a legaljára. Awesome. Ez jön... ide. Aha, várjál, baze. Így. Ez jön a másodikba. A harmadik megy a... az egyenesen megy. És akkor egy kizárási lapon pedig ez. Nice! Megvan, megvan, megvan. Na nézzük a bizonyítékot, azt hiszem elolvastam. Megint a izé, az a folytogatós genyó, meg egy vörös rózsa. No fucking way. Neked milyen, milyen előéleted volt? Mi volt? Tehát értem, hogy büntetett előéletű, de miért? Szóval így... bro, what? Törvénykönyv. Nem érdekel a törvénykönyv engem. Bizonyíték? Semmi. Hát no way, ember, nem hiszem el. Mióta ismerted Francis-t? 4 éve dolgoztam ugyanazon a munkáján. És közeli kapcsolatban voltunk, baráti kapcsolatban voltunk 2 évig. Volt esetleg bárki is ott a vállalatnál, aki nem kedveltek Francis-t és megfenyegette mostanában? Tudomásom szerint nem. Nem volt ilyen ember. A CEO a munkájének a főnöke nemrég halt meg. Mi? Ja nem. Hülye vagyok. Nem ezt... Nem? Nem ezt írta. CEO of our company. And he was well known by every member of our team. Ja, értem, hogy ő volt a főnök. Ő volt a főnök és mindenki kedvelte. Sokszor mentetek a bárba. Jaj, heti 2-ször. Most nekem ebből... Most nekem ebből mert hogy kéne tudnom, hogy most ősdő volt-e az, vagy nem? Szerintem nem bűnös. Szerintem nem bűnös. De igen, fogalmam sincsen. Nem bűnös. Úgy döntöttünk a legutóbbi döntéseid alapján, hogy megnöveljük a fizetésedet. Ezen a héten $700 fogsz keresni. Cool! Oké. Csak ne dobja a dupla hatos. Ha dupla hatos dobok, akkor az szar. Minden más jó elvileg. Én úgy tudom. Fizetés. Hell yeah, brother. Hell yeah. Oké, add ide a pénzem. 200 dodesz apának. Let's go. Oké, nice. Ja, ez tetszik az a játék. Kicsit gondolkozós, kicsit olvasgatós egyébként, mert kicsit sokat kell benne fordítani, szóval emiatt nem vagyok annyira 100%-on, mert egy ideje már fenn vagyok, kicsit korán keltem. De amúgy meg tetszik egész fasz a kis játék. Elmegyek most, mert nagyon vécére kell mennem. Szóval ez a rész most ennyi volt. Folyt köv!